Miért jöttem el ide 18 év után? Hogy visszahozzam az ártatlanság, a tiszta remények pillanatát. Titkon a csodára várva, hogy ő megbocsát. Hol van ő most? Hol van a lány, akit aljasul becsaptam? Jó napot, uram! Jó napot! A maga automobilja áll a tetőn? Igen, az enyém. Ritkán látni ilyet mifelénk. Egy kis kirándulás? Igen, nézegetem a tanyát. Romantikus. Hát igen, megjárja. Én magam 40 éve ott lakom. Sok minden történt ez alatt. Három fiú volt. Derék legény mind. Most is hárman vagyunk. Réka, legényke, meg én. Volt a háborúban, uram? Igen, igen, voltam. És az asszony, ki a ruhát teregette? Ő? Joe felesége, vagyis az özvegye. Értem. Köszönöm. Isten áldja. Máskor is volt már itt az úr? Nem, nem hinném. Ez a Francis gyerek rókára vadászik. Nagyon ügyesen céloz. Sajnálom, mennem kell. Várjon, uram! Mutatnék valamit. Tudja, mi ez? Egy sírhant. Egy fiatal lány nyugszik itt. Megan David. Hogyan halt meg? Beleszeretett szegény egy előkelő fiatal úrba, aki megszállt itt egyszer. Jóvágású legény volt, ábrándos lelkű, mi úgy gondoltuk. Egy reggel váratlanul elment a fiatal úr, és a lány is utána. Elmúlt két nap, és semmit sem tudtunk róla. Aztán egy este megjelent. Soha nem láttam még embert így összetörve. Soha. Attól kezdve a hídon várta azt az embert, tekintete az úton, mint akinek máshol jár a lelke. Nem kellett sok idő, hogy megtudjuk miért. Februárban ágynak esett, és húsvétkor fia született. Három napot és négy éjszakát szenvedett érte. De a gyereket nem láthatta meg. Ide temettük a dombra. Szegény, megszakadt szívű leány. Miért ide? Ez volt az utolsó kívánsága.
Itt látta először a fiatal urat. Azt mondta, ide temessük. Ide az út közelébe, hogy megtalálja, ha érte jön. A gyerekkel mi lett? Csuda egy legény az uram. Mi a neve? A kerességben a Francis nevet kapta. Megkívánsága szerint. Frank! És ön hogy él? Születtek gyerekei, Ashton úr? Nem. Nincs gyerekem.